Minden készüléken kell, hogy legyen egy tesztgomb. Ebben az esetben itt van rajta, mindjárt meg is nyomom, és ez így jelez. Tehát ezzel a próbagombbal egyébként azt tudjuk megnézni, hogy a készülék maga működőképes-e. Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet a szénmonoxid érzékelő, ha a levegőbe került szénmonoxid koncentrációja megközelíti az előírt határértéket. A jelzési időt úgy határozzák meg a szabályok, hogy az adott koncentráció mellett biztonságosan távozni lehessen az épületből. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is tesztelte a szénmonoxid érzékelőket, amelyek többsége megfelelt a biztonsági előírásoknak. Idén összesen 12 készüléket vizsgáltak, amiből mindössze 3 nem felelt meg a követelményeknek. Fontos tudni ezeknél a termékeknél, hogy külső alapján nem lehet ezekről megállapítani, hogy jó-e vagy sem. Ezért fontos az, hogy mindenképpen laboratóriumi vizsgálatok bizonyítsák azt, hogy ténylegesen megfelelő a termék. A fogyasztóvédelem szóvivője elmondta, javulás figyelhető meg a szénmonoxid érzékelők piacán. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évekhez képest egyre kevesebb a selejtes készülék. A berendezések szavatossági ideje lejárhat, ezért érdemes ezt is ellenőrizni. A bevizsgált készülékek listája elérhető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján, de a beszereléshez mindenképp érdemes szakemberhez fordulni. Parkoló autók a Maros utcában. Január 31-ig érvényesek a 2015-ös várakozási engedélyek, ezért javasolt már az év első napjaiban meghosszabbítani ezeket. A hegyvidékiek dolga könnyebb lesz a jövő évtől. A képviselőtestület nemrég egy rendeletmódosítással lehetővé tette, hogy elektronikus ügyintézéssel az interneten is intézhessék parkolással kapcsolatos ügyeiket. Január 1-től egy elektronikus ügyintézési rendszer indul be. Ez egy regisztrációhoz kötött, és nem csak parkolási engedélyekről szól, hanem a következő években fokozatosan bővülő, egyre tágabb ügyfélkörben intézhetik majd az ügyfeleink az ügyes bajos dolgaikat. A parkolási engedélyek áraiban nem történt változás a 2016-os évre vonatkozóan. Ez 2000 forint. Lakásonként az első gépjárműre. A lakásonkénti a második gépjárműre egy éves várakozási díjat kell fizetni, az szintén nem változott. Ha valaki nem vesz parkolójegyet, vagy megfeledkezik éves engedélye meghosszabbításáról, akkor 4-5000 forintos bírságra számíthat. A 12. kerületben körülbelül 4500 lakosnak van egész évre szóló parkolási engedélye. Ők január 4-től hosszabbíthatják meg, vagy igényelhetik a 2016-os engedélyeket.